megtartotta heti beszámolóját Cserna Gábor dunaújváros polgármestere. Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét Magyarországon, melyhez városunk is csatlakozott. Pénteken a Ferencváros otthonába utazik a DKK a felnőtt női együttese. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Újra beindultak a csalók. A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csalók nem fáradnak, újra és újra próbálkoznak. Senki ne dőljön be. Ennek kapcsán készítettünk interjút Mártonné Beke Évával, a Fejér megyei Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferensével. A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A NAV nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek, hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást, értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak. A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák hátlapján található háromjegyű számot, az úgynevezett CVV/CVC kódot, vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki megadja a bankkártya adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról. Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon, a www.nav.gov.hu-n vagy a www.magyarország.hu-n adja meg, ugyanis a csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a valós bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó lehet. A NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található. A túlfizetést csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, linkre kattintással nem. A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogasson el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének az NBS NKI honlapjára. Folyamatosak a felújítások, beruházások, fejlesztések városunkban. Ennek kapcsán nyilatkozott stábunknak Cserna Gábor, dunaújváros polgármestere. Cserna Gábor, a város első embere, megtartotta szokásos heti értékelőjét, illetve kifejtette véleményét az október 13-ai választást megelőző kampányról is. A kampánynak egy bizonyos szakasza lezárult, vagy úgy is mondhatnám, hogy hivatalosan most kezdődik. Ugye hétfő délután lejárt az a határidő, ameddig délután 4 óráig, ameddig ajánlani lehetett képviselőjelölteket és polgármesterjelölteket. Három csapat indult Dunaújvárosban. Egy kormánypárti oldal, egy meggyőződésem szerint egy nagyon érdekes horror koalíció, szivárvány koalíció, tehát a hazáruló Gyurcsánytól a neo-náci erőig minden található ebben a koalícióban. Sajnos Pintér Tamás és csapata úgy érzékelem, hogy egy kifejezetten negatív kampányt visznek. Mi megpróbálunk az eddig elért eredményekre hangsúlyt fektetni, fejlesztésekre, eredményekre, rendezvényekre, intézkedésekre, ezzel szemben a rombolást látjuk a másik oldalon, úgyhogy ehelyről is a magunk részéről azt tudom mondani a tisztelt dunási választóknak, hogy mi maradunk a pozitív mederben, a kampányban az eddig elért eredményeket és a jelenleg folyamatban lévő pályázatokat, fejlesztéseket, várostéri infő beruházásokat szeretnénk a továbbiakban is bemutatni. A polgármester szót ejtett még többek között a Duna Ferről, mint a térség egyik legnagyobb foglalkoztatójáról is. A cél változatlan Duna Ferrel, mint a térség legnagyobb foglalkoztatójával kapcsolatban. Állami, nemzeti tulajdonban való visszahelyezés a vasműne. Ez egyébként a városi lakókat, bennünket igen komolyan érintő környezetszennyezési problémákat is ezzel meg lehetne oldani, ha nemzeti tulajdonba kerülne.
Mint elmondta, ezügyben dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter már egyeztetett Galambos Dénes térségfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztossal. A környezetszennyezés kapcsán pedig szót ejtett még az augusztusban Dunába ömlő habzóvízről is. Megérkezett az üzemeltető cég a GVCL Kft. Ügyvezető igazgatójának a levele. Ebben egyértelműen feltárja, kimutatja, hogy környezetszennyezéssel kapcsolatos helyzet hál' Istennek nem lépett föl, és ezt nagyon fontosnak tartanám hangsúlyozni. Ezért a cég jogi képviselői elgondolkodtak azon, hogy úgymond rágalom, közveszéllyel való fenyegetés miatt esetleg jogi útra terelik az adott kérdéskör, úgyhogy magam részéről ezt az ügyet úgymond lezártnak tekintem. Az uszoda előtti Ciránszky Mária által készített szobor kapcsán is intézkedett a város első embere. Ezen saját magam is kiakadtam, tehát a Lédo szobor azt hiszem, hogy méltóbb körülmények közé kerülhetne. Ezt fogjuk fel úgy, hogy a nyitással összefüggő gyors hadművelet volt. A volán vállalatok összeolvadás előtt állna, és azzal a hölgyel, hogy nem mondjam a nevét, tettem fel a kapcsolaton, akihez tartozik ez a témakör, ő lesz a leendő, vagy ő felelős kormány által, ő felelős a volán vidéki volán társaságok összevonásáért. Ez a terület, bármilyen meglepő, ezt a Facebookon sokan megkérdőjelezték, ez a terület egyértelműen a volán földterületén helyezkedjük el. Az ő engedélyükkel, lényeg a lényeg, hogy előbb-utóbb bízom benne, úgy értem, hogy gyorsan, bízom benne, hogy megfelelő módon, méltó módon ismét víz fog folyni, hiszen az egy szökőkút volt, nagyon jól emlékszem, gyerekkorom volt, hiszen volt egy kerékpár tároló, és egy naponta jártam a nyári szünetben a strandra, az uszodába úszni. Természetesen nem földdel kell betemetni, ez egy elég buta gondolat volt. A polgármester elmondta azt is, hogy a felújított vidámpark helyén létesült kalandpark átadására szeptember végén, október elején sor kerül, az uszodában pedig a próbaüzem szeptember 16-án hétfőn délelőtt indul el a sportolókkal, délután pedig már a nagy közönség is igénybe veheti. Több hírről számolhat be a Bartók Színház az elmúlt hétről. Meghívták őket a pozsonyi piknikre, és szerepeltek a Vidéki Színházak Fesztiválján is. A Bartók Kamaraszínház egy újabb különleges, szakmai szempontból pedig fontos meghívásnak tehetett eleget. Egyedüli vidéki színházként ugyanis részt vettek a 11. pozsonyi pikniken. Ezen a rendezvényen lehetőség volt a bemutatkozásra, a műsoron szereplő darabok ismertetésére, sőt, a piknik záró előadása a Bartókos tánccsapat fellépése volt. Az idei évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Fidelio portál, internetes portál az egyik ilyen háttérszolgáltatója vagy háttérszervezője ennek a programnak, és kulturális területen szervez sok programot a pozsonyi piknikre, hogy meghívtak bennünket, hogy mi legyünk ennek a rendezvénynek, a Bartók Táncszínház legyen tulajdonképpen a záró akkordja, a záró műsora. A Bartók Táncszínház társulata idén ünnepelheti fennállásának 20. évfordulóját. Vári Bertalan csapata ezen a pozsonyi pikniken is fellépett egy összeállítással a Rakpart nagyszínpadon. Itt úgy kell elképzelni, hogy itt különböző sátrak vannak, és akkor mennek az emberek egyik sátorból a másikba, és akkor ott megismerkednek az előadásokkal, kicsit meg lehet nézni díszletterveket, jelmezterveket, adott esetben lehet találkozni színészekkel, akik ott vannak. Tulajdonképpen mi egy kicsit kakukktojás is voltunk ebben a történetben, mert ugye az egyetlen vidéki színház voltunk, aki ott képviseltethette magát. Szeptember 2. és 8. között rendezték meg a Főváros Itália Színházban a Vidéki Színházak Fesztiválját. Erre a seregszemlére is beválogatták a Bartók Színház egyik darabját, a Váci Dunakanyar Színházzal közös produkciót, a Ványa bácsit. A közönség szeptember 8-án láthatta a darabot. Igazán a figyelem erre az előadásra már régóta összpontosul, nem csak a POSZT, a Pécsi Országos Színházi Találkozón való részvétel, ami egy nagyon kiemelt és nagyon fontos a magyar színházi szakma életében ez a rendezvény. És sokan, akik a szakmában léteznek, dolgoznak, működnek, szerepet vállalnak, ott szembesültek igazán ezzel az előadással, mert nem jöttek el Dunaújvárosba, vagy nem mentek el Vácra, akikkel közös ez a produkció. És Pécset nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon ez fölkeltette az előadás iránt a figyelmet. Tulajdonképpen ennek köszönhető a meghívás is a Vidéki Színházak Fesztiváljára. Nem sokat pihelhetett a produkció stábja, ugyanis éppen a mai napon mutatják be Fehér Oroszországban a Breszti Belaja Veza Fesztiválon. Budapesten pedig nagyon sok szakmabeli kolléga látta ezt az előadást, és nagyon elismerően nyilatkoztak róla.
Úgyhogy a Ványa bácsi az ilyen fesztivál előadás, annak is készült igazából. Egy magas művészi színvonalon működő, létező és komoly művészi igényeket szolgáló és kiszolgáló előadás. Ami azt gondolom, hogy bárhol, ahol bemutatkozik, az magára vonja a figyelmet. A Bartók Színház szeptember 12-én csütörtökön egy kiállítás megnyitóra várja az érdeklődőket. Szabadi Katalin festőművész képeiből rendeznek tárlatot az intézmény aulájában. Gyalogos városnézés, zöld nap az iskolákban, takarítási akció a város különböző területein, és autómentes nap is lesz az Európai Mobilitási Hét dunaújvárosi programjai közt, amely szeptember 16-án kezdődik. Az akció népszerűsége évek óta töretlen. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap eseménysorozathoz idén is több száz település csatlakozott. A rendezvény célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedési lehetőségek keresése és használata. A Vasvári Pál általános iskola előtti téren a Petőfi ligetben a tavalyi évben is volt autómentes nap, ahol a kisgyermekek kipróbálhatták magukat például kerékpáros ügyességi pályán, vagy egy környezetvédelmi totón. Az Európai Mobilitási Hét idén sem maradhat el, Dunaújváros már 15 éve csatlakozik a rendezvény sorozathoz, amelynek a legfőbb célja a szemléletformálás. Hát szeretném hozzátenni, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de azt veszük észre, hogy nagyon nagy az érdeklődés a programjaink iránt, és hát ha az autót nem is mindenki teszi le az autómentes napon, de talán racionálisabban próbálnak gondolkodni az emberek, hogy családtagjaikkal teleautót szerveznek, illetve kollégákat is visznek az autójukkal bizonyos esetekben, hogyha össze tudják ezt szervezni. És nyilván egyre többen igénybe veszik a helyi tömegközlekedést, helyközi helyi tömegközlekedést, kerékpáros és gyalogos közlekedést. Gyalogos városnézés, zöld nap az iskolákban, takarítási akció a város különböző területein, ezek szerepelnek főként az Európai Mobilitási Hét dunaújvárosi programjai között. Szeptember 16-án indul a rendezvény sorozat egy egész hetes várostakarítással, Tiszta utcák, tiszta terek címmel. 16-án hétfői napon 13 órától Szabó Imre városi főépítész osztályvezető úr városnézés autómentesen címmel egy idegenvezetést fog tartani. Dunaújváros védett szociál épületeit fogja bemutatni. Előzetes bejelentkezés alapján lehet ezen a programon részt venni. A Városháza térről indul a program. Második napon, szeptember 17-én a Dunaújvárosi Egyetemen zöld napot tartunk közösen. Érdekes előadások a környezetbarát közlekedés, mobilitás, energiatakarékosság, energiahatékonyság és a globális környezetvédelmi problémák kerülnek szóba. Nagyon érdekes előadásokat fognak tartani az egyetem oktatói. Ezen kívül kiállítás lesz, környezetvédelmi kiállítás, és egy kampusztúra keretében megismerkedhetnek a Dunaújvárosi Egyetem tevékenységével, laboratóriummal az érdeklődők, és ehhez csatlakozik még egy egyetemi sportnap is, melyen természetesen az egyetem hallgatói és dolgozói vehetnek részt. A harmadik napon folytatódik a tevékenységünk. Szeptember 18-án a polgármesteri hivatalban hivatali zöld napokat tartunk. Az idén is a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítését célzó rendezvény 2019. szeptember 16-a és 22-e között zajlik, tehát idei témája pedig a gyaloglás és a nem motorizált közlekedés, mottója pedig a sétálj velünk. A részletes dunaújvárosi programokról Hírplusz című műsorunkban tájékozódhatnak. Izgalmas kiegyenlített mérkőzésen maradt alul legutóbbi hazai mérkőzésén a DKK a felnőtt női együttese, amikor az Érdgárdáját fogadták György László játékosai. Szomorkodásra azonban nincs idő, ismét egy kemény mérkőzés vár a dunaújvárosiakra, hiszen pénteken már a Fradi otthonában lépnek pályára.
Izgalmas mérkőzést játszott szombaton a Dunaújvárosi Kohesz Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese, amikor az Ért csapata érkezett látogatóba, hogy megmérkőzzenek a mieinkkel. A játék során többször is elhúzott György László gárdája a vendégektől, és lett volna esélye, illetve lehetősége még nagyobb előnyre is szert tenni. A hibák és a hullámvölgyek azonban rendre rosszkor csúsztak be a játékba, így a vezetést általában nem sokáig sikerült megőrizni. Ráadásul a játék végére fordított az ellenfél, és végül ők gazdagodtak 2 ponttal. Természetesen jó mérkőzést játszottunk, de ezért nem adnak 2 pontot, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy sok jó momentum volt a mérkőzésben, úgy a védekezésünkben, mint a támadó játékunkban, és itt az elemekben, a lerohanásban, visszarendeződésben valóban. Talán egy kicsit túl korán vezettünk 6 góllal, és ott olyan elemhibákat vétettünk, amit nem szabadna vétenünk semmilyen csapat ellen, de ez megtörtént. Én bízom benne, hogy ebből fogunk tudni tanulni. Nem tört meg bennünket ez a vereség. Én úgy gondolom, hanem inkább arra sarkal bennünket, hogy mit kell jobban, mit kell többet tenni, akár edzésen, vagy egy adott szituációban a mérkőzéseken. A következő ellenfél a tavalyi szezon második helyezettje, a Ferencváros együttese. A házigazdák legutóbbi meccsüket a Debrecen ellen nem tudták megnyerni, így még nagyobb bizonyítási vággyal léphetnek majd pályára a mieink ellen. A Kohász kézilabdázóinak viszont az Érd ellen is bemutatott remek csapatjátékkal és kiemelkedő védekezéssel van esélyük jó mérkőzést játszani Elek Gábor csapatával. Mindenféleképpen a védekezésünket, hiszen az nagyon jól összeállt, és a Csiki tudott alkalmazkodni, és jól mentek a sáncok, és beállt a sávokba, szóval ez mindenféleképpen fontos lesz, és az, hogy ne rohanjunk túlzottan, mert azért a Fradi az egy nagyon tempós kézilabdát játszik, és erre mindenféleképp fel kell készülnünk, hogy ránk fognak rohanni, szóval mindenféleképpen a visszarendeződés lesz a kulcs szerintem. Mindenki 100%-ot kell nyújtson, de nem csak egy Ferencváros ellen, hanem minden mérkőzésen legyen az bárki az ellenfél. Az, hogy pénteken játszunk, én úgy gondolom, hogy nekik is péntek a péntek, vagy bármely csapatnak is péntek, tehát itt a felkészülésünket nem igazán zavarta meg. Hétfőn elkezdtük a munkát, és folytatjuk. Még van 3 foglalkozásunk, ez alatt próbáljuk meg megoldani ezeket a taktikai dolgokat, amiket a Fradi ellen majd szeretnénk. Hogyha még egy mondatba, 2 mondat visszatekintve, ugye itt a támadó játékunk lesz kulcsfontosságú a mérkőzésen, és ott is az, hogy ugye a technikai hibákat hogy tudjuk majd leszűkíteni, és hogy tudjuk befejezni, hogyha a védőfalon át is jutottunk, akkor egy kapussal szembe azokat a kialakított helyzeteiket hogy tudjuk értékesíteni, fontos. A következő megmérettetésre pénteken, azaz szeptember 13-án kerül sor Budapesten, amikor a Fradi gárdája látja vendégül a mieinket. Következnek kiemelt híreink még egyszer röviden. Megtartotta heti beszámolóját Cserna Gábor dunaújváros polgármestere. Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét Magyarországon, melyhez városunk is csatlakozott. Pénteken a Ferencváros otthonába utazik a DKK, a felnőtt női együttese. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most Molnár Emese és időjárás jelentésünk következik, majd Hírplusz című műsorunk után Tóth Veronika érkezik Szépkor című magazinunkkal. Azért pedig, hogy biztosan ne maradjanak le semmiről, anyagainkat visszanézhetik a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Köszöntöm kedves nézőinket! Holnap a déli órákig változóan felhős időre számíthatunk, ma nyugat felől kiderül az ég. Kezdetben nyugaton, délután keleten alakulhat ki helyenként záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, ahogy pénteken is, amikor túlnyomóan napos, száraz, meleg őszi idő ígérkezik. Az északnyugati szél néhol megélénkül. Hétvégén néhány fokos lehűlés hoz egy hideg front. Szombaton helyenként az északi tájakon és néhol az Alföldön alakulhat ki kisebb zápor. Van egy népi jóslat is erre a napra, mégpedig az, hogy ha süt a nap, derűs lesz a tavasz. Vasárnaptól száraz idő valószínű 22 fokos csúcshőmérséklettel, és ez várható a jövő hét elején is. A mai időjárás jelentésünkhöz Lencsés János egyik csodás őszi képét választottuk, ezt láthatják most. Továbbra is várjuk az önök által készült képeket az info@dplustv.hu e-mail címre, amelyeket szívesen megosztanának velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!